1,3 milliárd forintból újul meg az Óvári vár, elhelyezték a beruházás alapkövét. Alkotópályázatot hirdetett a Család és Gyermekjóléti Központ, kiállítás megnyitón vehették át díjaikat a legügyesebbek. Projektnap a Bólyai iskolában, táncos műsorral készültek a tanárok. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében turisztikai célú fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben a Mosonmagyaróvári Vár épületében. A beruházás 1,3 milliárd forintot tesz ki, aminek keretében múzeumi kiállítótér és közösségi terek is létesülnek majd az épületben. A vár turisztikai hasznosítása, valamint a meglévő gyűjtemény és ismeretanyag innovatív, interaktív elemekkel és eszközökkel való kiegészítése a fő célja annak a fejlesztésnek, ami hamarosan megvalósul a Mosonmagyaróvári várban, hangzott el szombat délelőtt az épület Karitanács termében tartott sajtótájékoztatón. Földesi Péter az eseményen elmondta, a vár falai megmaradtak, de az a fontos, ami a falakon belül van. A vár épülete pedig szimbolikus egység, amit új tartalommal és funkcióval töltenek majd meg a jövőben. Ami régen a háború és a csata és a fizikai védelem, a fizikai oltalom volt a vár, most egy szellemi megújulás, egy kulturális központ és egy szimbólum az egyetemünk számára, amit nagyon régóta érdetjük, hogy a 21. század egyetem egy nyitott egyetem, hogy nincsenek kerítései, hogy nyitott mindenki számára. A rektor hozzátette, fontos cél, hogy minden polgár megtalálja a helyét és a szerepét a várban, ahova jó kilátogatni és hasznosan el lehet tölteni a szabadidőt. A szellemi és infrastruktúrális megújulás mellett az egyetem továbbra is megmarad a vár épületében, és egy találkozási pont lesz a város és az egyetem kapcsolatában. Az eseményen Iváncsics János a beruházás a város életére gyakorolt jelentőségéről beszélt. Mint fogalmazott, Mosonmagyaróvár és az egyetem ezer szállal kötődik egymáshoz. Korábban is mindig azt mondtuk, hogy nagyon jó a viszony és az együttműködés a város és az egyetem között, de azt hiszem, hogy ez most tettekben is megvalósul, és most van egy olyan igazi együttműködés, amiben mind az egyetem, mind a város csak nyerhet. Egyébként a 200 éves egyetem múltjára rendkívül büszke maga nyilván az egyetem is, de a város is, büszkék vagyunk arra, hogy kikerülhettek innen ki. Az alpolgármester hozzátette, az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb beruházásáról van szó, amire nagyon régóta vártak. Nem csak az egyetem, hanem a város is, és szeretnék, ha az Óvári vár olyan központ lenne, ahol mindenki jól érzi magát. A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében összesen 39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul meg, új funkciókkal gazdagodva, hogy megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek. Ennek keretében 1,3 milliárd forintból valósul meg a beruházás Mosonmagyaróváron, hogy értelmet, jövőt és lelket adjanak az épületnek, mondta el Tuzson Bence a sajtótájékoztatón. A vár és kastély programnak alapvető fontosságú eleme, hogy nem térdig érő falakat szeretnénk látni. Amit látunk, az nem kő, nem malter és nem vakolat, ennél sokkal több. Ezeknek az épületeknek lelkük van. Hordoznak valamit a múltjukból, megmutatnak valamit a jelenükben, és a jövő számára hordoznak üzenetet. A vár megújulása három fő pilléren nyugszik, ezek a múzeumi kiállítóterek, a közösségi terek és a látogatóbarát kereskedelmi funkciók kialakítása. A vár belső udvarából nyíló terek alapvetően kiállítási funkcióknak adnak majd otthont. Ezen terek felújítása képezi a vár megújulásának jelen első szakaszát. A délkeleti szárny a látogatás kezdetének helyszíne, az északkeleti szárnyban az intézmény történetét mutatják majd be, az északnyugati egység az ismeretterjesztés területe, míg a délnyugati szárny az időszaki kiállítások, eseti rendezvények tereit biztosítja. Az ideérkezők majd egy vártörténeti, egy intézménytörténeti, valamint egy élelmiszeripari és mezőgazdaság történeti tematikájú kiállítás keretében ismerkedhetnek meg a várral és a benne folyó munkával. Hogyan is lehetnek ezek az alapvetően tudományos kutatási eredményekre épülő kiállítások vonzóak a mai kor embere számára? Hogyan fogjuk tudni, hogyha kinokpályázati oldalról nézzük ezt a projektet, a kellő indikátorszámot ilyen témákkal biztosítani? Egyrészt a kiállítások formanyelve lesz az, ami egy teljesen új, ugyanakkor a tradíciókat tiszteletben tartó, de megújult, digitális és interaktív szempontból kifejezetten jól kidolgozott látogatóközpont létrehozását hozza létre.
Nagy István az eseményen elmondta, a várakat mindig stratégiai jelentőségű helyre építették, ilyen szerepet töltött be a 14. században Magyaróvár is, ahol hadi és védelmi feladatokat látott el a vár. 200 évvel ezelőtt aztán Albert Kázmér és Wittmann Antal úgy gondolták, hogy megalapítják itt az első agrárfelsőoktatási intézményt. Ahogy csökkent a védelmi hadi jelentősége magának a várnak, úgy ismerték föl mások azt, hogy az agráriumnak, a mezőgazdasági termelésnek sikere azon múlik, hogy van elegendő tudás, van elegendő képzés ahhoz, hogy eredményesebben lehessen termelni. És itt ez a hely ilyen téren is agrártörténet szempontjából történelmi jelentőségű hely. És mennyire érdekes, hogy eltelik 200 év, és arra a döntésre kell jutni, hogy újra kell alapítani ezt a várat, újra kell alapítani a benne lévő képzést. A sajtótájékoztatót követően aztán a vár udvarán egy időkapszulában elhelyezték a nap emlékeit, majd az időkapszulát is a földbe helyezték, ezt követően pedig lerakták a beruházás alapkövét is. A fejlesztés során nem csak a vár épülete újul meg és kap új funkciókat, hanem a várudvart is felújítják, ami többi között otthont ad majd különböző kulturális rendezvényeknek és koncerteknek is. A Család és Gyermekjóléti Központ még ősz elején egy különleges alkotópályázatot hirdetett, aminek keretében a 7 és 18 év közöttiek a szociális munkát mutathatták be munkáikon keresztül. A pályázatot a dr. Sattler János Alapítvány támogatta. Rajz, festmény, vers, fotó, kisfilm, repszöveg. Többi között ezekkel lehetett jelentkezni a Család és Gyermekjóléti Központ által meghirdetett alkotáspályázatra, aminek megnyitóját péntek délután tartották a Flash központban. A hivatalos megnyitóra Veszprémi Judit és Varga Rebeka készültek közös produkcióval. Stenzinger Noémi a megnyitón elmondta, a szociális munka szerintem elnevezésű pályázat egyik fő feladata volt, hogy már a fiatalok körében is népszerűsítsék azt a szakmát, amit jelenleg 47-en végeznek a Család és Gyermekjóléti Központban. Annyi gondolkodunk azon, hogy másoknak is megmutathassuk, és a fiataloknak is megmutathassuk, és megszerettessük ezt a szakmát. Ez miatt próbálkozunk azzal, hogy már gyerekkorban egy kicsit érzékenyé tegyük a gyerekeket arra, hogy megismerjék ezt a szakterületet. A beérkező pályázatok alkotóit Árva István is köszöntötte a megnyitón. Amikor ezt az alapítványt útjára indítottam és felkértem a tisztelt kuratóriumi tagokat, hogy gyűjtsenek pénzt a benne foglalt nemes céloknak a megvalósítása, az akkor pont valami ilyesmire is gondoltunk. És ezért ezt a pályázatot, amit benyújtottatok, nagyon szívesen támogattuk anyagilag. A polgármester elmondta, az anyagi támogatás nagyon kevés lett volna a pályázatban, ha nincs mögötte az az erő, ami a gyerekekből sugárzik. A köszöntőket követően aztán dr. Horváth László, a dr. Sattler János Alapítvány kuratóriumi elnöke és Stenzinger Noémi két kategóriában osztották ki a díjakat. Segíts, mert bajba vagyok, ha megteszed, akkor én szeretetet adok. Segíts, mert éhezem. Miért jön a sorsom, ezt kérdezem? Még kicsi gyerek vagyok, akkor miért kell szenvedjek? Mert nem örülhetnék én is az életnek. Segíts, mert szükségem van rád. Jó jönne téred, jó meleg kabát. A kisebbek kategóriájában első helyezést ért el Szabó Regina, aki egy különleges repszöveget készített az alkotópályázatra, de volt, aki kisfilmmel jelentkezett a kiírásra. Az eredményhirdetést követően aztán, ahogy arról hétfői híradónkban beszámoltunk, megtartották a Városi Szociális Munka napját, ahol önkormányzati és intézményi díjakat és elismerő okleveleket adtak át. 121 évvel ezelőtt november 7-én indult meg a tanítás a Bólyai iskola falai között. Tavaly a jubileumi évben hatalmas rendezvénysorozatot tartottak az intézményben, idén pedig egy projektnap keretében ünnepelték meg az első tanítási nap évfordulóját. Köszönöm.
Bár az idei tanítási év nem olyan kerek a bólyai iskola életében, mint a tavalyi, az intézményben úgy gondolták, hogy egy ilyen nagymúltú iskola megérdemli, hogy megünnepeljék az első tanítási nap évfordulóját. Mindezt egy projektnap keretében tették meg, aminek egyik fénypontja a tanári tánc volt. Bernát Rita büszkén beszélt az iskola tantestületéről, amely ezekhez a feladatokhoz is abszolút pozitívan áll. A tanárok idén a rock and roll világát mutatták be a diákoknak, a produkciónak pedig csak úgy, mint tavaly, ezúttal is nagy sikere volt. A nap hátrajövő részében pedig egyrészt előadásokon vehetnek részt a múzeum, Hansági Múzeum segítségével, aztán Pápai Gyula jön az internet veszélyeiről, tart nekik előadásokat, illetve a nap folyamán sor kerül a gólyaavatásra is, úgyhogy a 9-eseink műsorral készülnek, és a 12-esek felavatják őket, és akkor innentől már ők is teljes jogú bólyais diáknak számítanak. A tavalyi év után nemrégiben ismét megrendezték azt a hiánypótló számviteli versenyt, amit tavaly indított útjára a bólyai iskola, és amin a megye három közgazdaságot oktató intézménye vett részt. Ezek a Győri Deák Ferenc szakgimnázium, a szintén győri Baross Gábor szakgimnázium, valamint a bólyai iskola mintegy 40 diákkal volt jelen. A verseny eredményét a projektnap keretében hirdették ki, a Molnár és Bányai Kft. Jóvoltából pedig értékes nyereményeket vehettek át a legjobbak. A jövőben pedig eseménydús időszaknak néz elébe az intézmény. November 21-én nyílt napot tartanak a 8. évfolyamos diákok és szüleik számára, akik információkat kaphatnak a jövő évben induló szakmákról. December 4-én egy adventi koncertet tartanak az evangélikus templomban, ahol fellép az iskola tanári kórusa is, majd december 7-én megtartják a végzős diákok szalagavató ünnepségét. A Merkantil Bank Liga 16. fordulójában a Vasashoz látogatott a Krédó Busz Moson Magyaróvár. A jó iramú, izgalmas mérkőzésen 1-1-es döntetlen született. A gólszerzők Talabér és Zsirai voltak. November 11-én aztán a BFC Siófokot fogadtuk hazai pályán, ahol két egyforma képességű csapat mérkőzött meg, olvasható az MTE honlapján. A 30. percben a Siófok megszerezte a vezetést, egy szabadrúgást követően a beívelt labdát Fehér fejelte a kapuba. Erre a gólra a Moson-Magyaróvárnak már csak a második félidőben volt válasza. A 47. percben a nemrég visszatérő Cár kanyarított középre, beadásából pedig Jelena volt eredményes. Ezután több lehetősége is volt a hazaiaknak, a kihagyott helyzetek azonban megbosszulták magukat. A 73. percben Bolla befelé cselezett a 16-os sarkától, majd kilőtte a hosszút. A végeredmény aztán 1-3 lett, miután a 79. percben Elek esett el a kapu előterében. A játékvezető büntetőt ítélt, amit a sértett értékesített. A Krédó Busz Moson-Magyaróvár legközelebb november 25-én lép pályára a Csákvár otthonában. Röviden a szerdai időjárásról, egy hideg front éri el térségünket, melynek következtében többfelé megélénkülhet a szél. Napközben változóan felhős lesz az ég, 13 fokot mérhetünk térségünkben. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Napról Napra című műsorunk ismétlését nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!